Valaki utazótáskával érkezett a Cserebere könyvvásárra. Bőrödnyi könyvet ajándékozott a rendezvény szervezőinek. Gyerekek és idősebbek egyaránt válogattak a különböző könyvekből. A digitális korszak ellenére még mindig a papír illata ragadja meg a vérbeli olvasót. Nové generácie volí digitálno i ovako nazovemo starinsko čitanje knjige, ali nekako uvek je lepše kada imamo na polici nešto što možemo da vidimo i da setimo da nam je to tu i da ponovo uzmemo makoliko puta da smo pročitali. Az érdeklődők a már kiolvasott könyv ellenében válogathattak a felkínáltok közül. Ponovo sam knjige koje sam nekad čitao i koje više sad neću više čitati, prilike nosim ih iz stana u stan i sad jednostavno ovo je bila super prilika da uzem neke nove pa da eto nešto novo pročitam i tako. A rendezvényen önkéntesek segítettek az eligazításban, a könyvmustrában. Miljana Kocić harmadik alkalommal csatlakozott a rendezvényhez. Volim da kupujem knjige, odnosno da imam svoju biblioteku, a naravno, pošto i cena knjiga nije uvek pristupačna, a i neke knjige kupimo, pa nem se ne dopadnu. Ovo je odlična ideja, gde možemo u stvari te knjige da zamenimo. A Cserebere könyvvásárt hatodik alkalommal rendezte meg a Prerazmišljavanje nevű irodalmi portál szerkesztője Katarina Kostić. Kroz razmene do danas prošlo više desetina hiljada knjiga, a nekoliko hiljada uvek imamo u bazi. Nama dolaze donacije od gradske biblioteke u Novom Sadu, od različitih izdavača iz zemlje i regiona i od ljudi koji prosto žele da pomognu tako što će pomoći i sebi, osloboditi sebi prostor za nešto novo, a nama donirati knjige. A következő ilyen jellegű könyvvásárt tavaszra rendezik meg az Újvidéki Egység kastélyban.